Állj készen a szurkolásra! A Mobcast támogatója az Allianz. A Mobcast mai vendége Lékai Máté, kézilabdázó. Szia Máté, a 66-os. Tényleg miért 66-os? Sziasztok, én is köszöntök mindenkit. Eredetileg 6-os voltam, mert a kiskoromban a példaképem Éles József volt, a West Bromnak a játékosa, de utána olyan csapathoz igazoltam, ahol foglalt volt már a 6-os szám, és akkor választottam a 66-ost, ez már jó régen volt. Mert az a Kler? Nem, ez még CEI-be mentem, meg a válogatottban Mocsai Tamás volt a 6-os, ott azért választottam a 66-ost, CEI-be pedig a Gáspár Márgucs volt, aki utána a West Bromban is a csapattársam volt, és akkor ezért választottam a 66-ost, de hát ennek is több, mint már több mint 10 éve. Nem tudtam, hogy ez a kétharmad sátáni szám, ez minek köszönhető? Hát ez a sztoriaig. Mondhatom azt is, hogy Mario Lemieux miatt a kanadai okok is miatt, de az nem lenne igaz. Te itt a felvétel előtt beszélgettünk fociról, úszásról, amerikai fociról, mondtad, hogy a fél időben, szünetben vonult vissza egy amerikai focista. Te többet foglalkozol más sportágakkal, mint a sajátoddal? Hát a sajátommal is sokat foglalkozom, mert kötelező, meg muszáj, meg hogyha sikeres akarsz lenni, azért muszáj foglalkozni vele, de amúgy így a hobbimként, vagy az életem részeként jobban érdekelnek más sportok, igen, és szeretem is követni a többi sportot. Nézed a tévén? Napi hány órát töltesz különböző sportesemények megtekintésével? Hát, hogyha mondjuk NFL szezonban, drága feleségem tudja, hogy a vasárnap az én napom, tehát vasárnap akkor mondjuk megnézek egy 7-től 3-ig? Igen, nagyjából igen, úgyhogy akkor egyszerre követem Red Zone-ban, tévé, laptopon, stb. A meccseket, közben fantasyzünk is, a barátaimban több fantasy ligában is benne vagyunk, úgyhogy hát igen, szeretem az amerikai sportokat kimondottan. NFL mondjuk tök vicces, mert az is ugye amerikai foci, de mégis futball, vagyis láblabda, ott meg kézzel dobják a labdát, úgyhogy ez egy nagyon furcsa, állandó ellentét. Az nálad az etalon sport? Mondjuk a kézit leszámítva most arról. Hát, hogy etalon sport, igazából szeretek nagyon sok sportot, a teniszt is szerettem, nagyon szerettem Federert, nyilván most visszavonult, úgyhogy kevésbé követem, de azért nyilván nézem a Grand Slameket főleg. Szerettem a motort is, Valentino Rossit is, hát az van, hogy már öreg vagyok, és visszavonult mindenki, akit szerettem, de jelen pillanatban igen, azt gondolom, hogy az NBA-t meg az NFL-t követem talán legnapra készebben. Ha már Federert megemlítetted, Marozsán Fábián a minap legyőzte Holger Rünét a top 10-es a világranglistán, és azt nyilatkozta utána, hogy a labdamenetek közötti nyugalmat ő Federertől leste el, kvázi tanulta, és valahogy te is nekem ez a nyugodt, láttalak már azért felindultnak, de valahogy mindig van egy ilyen tartás benned, és az sugárzik felém a mérkőzéseken, hogy egy kicsit úgy ésszel aggyal. Látsz valami párhuzamot? Hát először is gratulálok neki, mert azért 6-1-6-1-re elverni valakit, azért az óriási teljesítmény. Nem tudom, ez mikor fog adásba menni, az is lehet, az megnyerte a tornát azóta, bízom benne. Egyébként igen, hát egy irányítónak kell szerintem a legnyugodtabbnak lenni a kézilabda pályán, mert hogyha az irányító elveszti a fejét, vagy elviszi a hív, akkor az egész csapatnak a játéka szét fog esni, úgyhogy nekem mindenképpen nyugodtnak és tudatosnak kell maradni ott a pályán. Ez tök jó, mert hogy irányító, nyugodtnak kell lenni, nagyjából rendbe szedni a csapatot, a játékot, a mozgásokat, mindent irányítani, ahogy a névben is benne van a pozíció elnevezésében, ugyanakkor meg ugyanúgy lövöd a gólokat, tehát ugyanúgy ott kell lenni, ugyanúgy döntést kell hozni a kapu előtt, hogy úgy mondjam, és erről pedig egy 2014-es Európa bajnoki meccs jut eszembe a norvégok ellen. 15-13 volt a pár másodperccel a fél idő vége előtt, és a 32-33 méterről felugrottál, és bevágtad úgy, hogy a felső kapufa fölött, nem tudom, 5 centivel vágódott be a labda. És utána készült egy interjú, amiben megszólalt Bella Árpád, a Szegediek egykori ügyvezetője, aki odavitt téged Szegedre, és azt mondta, hogy Lékai Máté olyan, mint Ibrahimovics, mert azt mondja, 10-szer végignéztem ezt a gólt, ez ugyanúgy meg volt komponálva, ki volt gondolva, mint Ibrahimovicsnak adott esetben egy ollózó gól. A angolok ellen. Aha. Hát igen, tehát hogy gyorsan döntök, meg azért benne van ez a, hogy mondjam, vagányság. Megpróbáltam, nyilván az is lehet, hogy ezt
10-ből 9-szer nem jött volna be, de ott akkor a meccsen de azt mondta, helyzetben... azt mondta, hogy bejönne a Bella. Hát akkor az Árpinak legyen igaza, de az biztos, hogy nem is tudom, hogy akkor volt azóta ilyen gólom, hogy mondjuk labdát szereztem, és a kapus ugye nem az volt, hogy üres volt a kapu, csak kinnált 9-esen, és futott vissza, és hát nagyon pontos volt tényleg az a lövés, úgyhogy ezt én a mai napig emlékszem erre a gólra, nyilván ez megragad bennem, de ma is megpróbálnám, aztán meglátjuk, mi sül ki belőle. És ez az Ibrával való párhuzam? Hát azért én nem gondolom annyit magamról, mint mondjuk az Ibra magáról. Talán semmilyen sportolót nem lehetne hozzáhasonlítani, de megtisztelő, hogy hozzáhasonlított az Árpi. Az biztos, hogy ez a gól ez nem gyakori a kézilabda pályán, mint ahogy mondjuk az Ibra Lajosnak is volt sok gólja, ami nem volt túl gyakori. Én nagyon szerettem Ibrahimovicot, amikor Juventusban volt, mert Juventus drukker vagyok, utána kevésbé, mert utána volt ellenfél sokszor, de az biztos, hogy egy korszakos játékosa volt a focinak. Nem is, ha mindig mondjuk a pályán nyújtott esélyt, de azzal is, de a pályán kívüli stílusával, megjelenésével is. Ha már ez a Bella idézet, akkor menjünk egy kicsit vissza, mert azt mondta, hogy ő biztos, hogy serdülőkorodban is tudtad már ezeket a megoldásokat. Kitűntél nagyon serdülőkorodban? Hát ezt az Árpi azért tudhatja, mert ő a Szegednek volt a serdülő edzője, amikor én a Klerbe játszottam, és egymás ellen játszottunk, és a döntőben nagyon elvertük őket annó az országos bajnokság döntőjében. Hát ezeket szerintem akkor is bennem volt az ilyen fifikás megoldás, vagy egy nem megszokott megoldás. Nyilván a taktikai tudásom, a fizikai paraméterem nyilván sokkal jobbak lettek azóta, de az a magja ennek a dolognak azt szerintem már akkor is bennem volt. Külföldön milyen a te renoméd? Most már 35 éves vagy, nyáron 36 leszel, úgyhogy te most már most 36-ozod magad. Tehát, hogy te nem nyertél bajnokok ligáját, nincs világversenyről érmed, most nem bántani akarlak. Ez az igazság, így alakult, ez a tények. Így alakult a dolog, de mégis az utóbbi, nem tudom én, 10 pár évben a világ legjobbjai között említenek a posztodon. Ki külföldön is, vagy csak én hallom itt ezt Magyarországon? Hát én nyilván a külföldi sajtót nem tudom. A külföldi játékosokkal, amikor találkozom, azt gondolom, mindenki tisztel engem, én is tisztelem őket, tehát mindenki elismeri egymás tudását, egymás teljesítményt, mindenkivel sok nagy harcot megvívtunk, mint a BL-ben, mint a válogatottban. Sajnos BL győzelmem nincsen, de azért 6-szor voltam a Final Four-on, abban 3 BL döntőt is elvesztettünk sajnos. Nyilván a válogatott ez egy másik dolog. Azt gondolom, mondjuk a Kirill Lazarov, aki a szegény Macedóniában nem ért el soha, de mindenki a világ egyik legjobb jobblövőjének tartja. Most nem hozzá akarom magamat hasonlítani, csak hogy furcsa ez. Például Mick Kanze mindent megnyert a válogatottan, viszont ő is nyert soha BL-t például. És mindenki azt mondja rá, hogy a valahol volt egyik legjobb játékos. Nem tudom, hogy vélekednek rólam külföldön, megmondom őszintén. Amikor klubokat kellett váltanom, vagy klubváltás előtti lehetőségem voltam, akkor úgy éreztem, hogy jó a renomém külföldön is, mert voltak jó ajánlatok és jó lehetőségek, úgyhogy lehet, hogy tényleg jó, de erről tényleg nem tudom, hogy mi az igazság. A pályán a teljesítményed, amikor figyelem, akkor az is sugárzik, nem csak az, hogy gondolkodsz és hogy higgadt tudsz maradni kulcshelyzetekben, hanem az is, hogy az önbizalmad is megvan, és ezeknél a lövéseknél az utolsó pillanatban elvállalt, akár nem egyszerű lövéseknél is látszik, vagy amikor olyat csinálsz, amit tanítanak, hogy nem szabad, 9 méterről közép magasan. Na mindegy, erről is fogunk majd beszélni, de hogy szóval az önbizalmad is rendben van, ugyanakkor pedig, bár nem ismerjük igazán egymást, talán egy-két interjút készítettem vele 15 év alatt, de hogy egy ilyen érzelmes, vagy igen, emocionális embernek is látlak, vagy véllek, hogy azért nagyon sokáig benned tud maradni egy fájdalom mondjuk, és én ezt a veszprémi klubváltásnál, amikor eljöttél Veszprémből, azután valahogy úgy csapódott le bennem ez a dolog, hogy te ezt a terhet, ezt a lelkisebet, ezt évekig cipelted magaddal. A meccseket megmondom őszintén, azt nem viselem sokáig magamon, tehát hogy nem egy győzelemről, vagy egy vereségről. Történik, ami történik, nyilván az egy adott igen. napi mérkőzés, de az lehet jó és rossz is. Nem is erre gondolok. Az a veszprémi történet nyilván az igen, az váratlanul ért, nem éreztem igazságosnak, nem éreztem jogosnak, és korrektnek se éreztem, megmondom őszintén. Az, hogy most évekig ez bennem volt, ez nyilván szemben nem lesz egész életemben, hogy ez így váltunk el, mert
Én nem így terveztem, és nekem a Veszprém volt a mindenem, amikor ott voltam, ott éltem a családommal, mindent megtettem a klubért tényleg, és nagyon szerettem ott játszani. Mindent megtettem értük, és nem gondolom, hogy ez egy korrekt elválás lett volna a részükről, de ez az ő döntésük volt, tehát erről nem az én döntésem volt. Tehát most ez, hogy bennem van elmegsér, stb. Inkább csak az volt jó érzés most, hogy két éve, amikor el kellett onnan jönnöm, akkor azt mondták mindenfele, mint nyilvánosan, mint a háttérben, hogy én már nem tudok szinte kézilabdázni, mert hogy a térdem nem bírja, hogy nem vagyok erre alkalmas, és most meg mégis ott leszek majd. Vagy nem leszek ott, de kijutottam az olimpiára a csapattal. Az, hogy majd ott leszek, az már nyilván a kerethirdetésnél dől el, meg addig még sok víz lefolyik a Dunán, de hogy mégis meg tudtam mutatni, hogy van bennem még ennyi, attól függetlenül, hogy ők nem bíztak bennem. Hát meg az egyik kulcsfigurája vagy a ferencvárosi férfi csapat megszületésének, feléledésének. Igen, a Ferencvárosban nyilván nem véletlenül választottam őket, amikor el kellett jönnöm, mert úgy éreztem, hogy egyrészt nekem nagyon szimpatikus volt, hogy csak magyar játékosokkal, sok tehetséges magyar fiatallal, vagy olyan magyarokkal, akik a válogatott közelében vannak, vagy voltak. Ez nekem nagyon szimpatikus volt, másrészt meg a Ferencvárosban jó esett, hogy ők szeretnél, hogy oda menjek, ők meg bíznak bennek, látnak bennem fantáziát. És igen, tavaly volt egy nagyon jó szezonunk, azt gondolom az Európa Ligában is, tovább jutottunk a csoportból is. A bajnokságban is jól játszottunk, és idén is egyelőre a Európa Kupába tudtunk csak elindulni, de ott is még versenyben vagyunk, és a bajnokságban is teljesen nyílt még, hogy hányadik helyen fogunk végezni. Nyilván nem az a cél, nem lehet a reális cél az, hogy mint a Veszprémben, hogy a BL-t megnyerjük, de magunk szintjén szeretnénk kihozni a maximumot a szezonból. Úgy szoktam kezdeni a beszélgetéseket itt a Mobcastben, hogy amikor a nevét elmondom a vendégnek, akkor azt is, hogy mit ért el, és most előbb mondtam el, hogy mit nem értél el, mint az, hogy mit igen, úgyhogy azért ezt pótolnám. Te olimpián negyedik lettél 2012-ben Londonban, Egyiptomban 21-ben világbajnoki ötödik hely, és most 24-ben pedig Európa bajnoki ötödik hely. Válogatott szinten ezt mondhatjuk a három top eredménynek, és a klub szinten meg már elmondtad a hat. Hát ezt igazából a magyar férfi kézilabdázásnak is majd, hogy nem ott a legtetején, mert EB-n ez volt a legjobb eredmény. Olimpián is ez volt a legjobb eredmény, egyelő világbajnokságon van azt hiszem jobb eredménye a férfi kézilabdának. Igen, hát nem bővélkedik a férfi kézilabda sajnos érmekben, a történelemben. Nagyon nehéz oda kerülni, nagyon nehéz érmet is szerezni, de akár a 8-ba is jutni már, mert nyilván nem annyi, mint mondjuk a foci, de tényleg nagyon-nagyon sokan kézilabdáznak már, és nagyon sok jó válogatott van, és senki ellen nem lehet már félvárról venni egy mérkőzést, míg mondjuk 10-20 évvel ezelőtt egy Portugália vagy egy Hollandiát mindenki legyintett volna rá, most meg már élet-halál meccset vívunk például, hogy az olimpiára kijussunk. Úgyhogy egyre-egyre sűrűbb a kézilabda mezőnye is, azt gondolom, főleg Európában, de egyébként Afrikában is. Tehát most olimpiára kijutott például Egyiptom, és Egyiptom az egy nagyon kemény ellenfél, bármelyik európai csapattal fel tudja venni a versenyt. Úgyhogy hát igen, a kézilabda egyre sűrűbb, egyre nehezebb jó eredményt elérni, úgyhogy én ezért is nagyon vagyok nagyon büszke a 2024-es EB 5. helyhez, mert az egy nagyon nagy eredmény, azt gondolom. Nyilván nem érem, nem dobogó, de azért büszke vagyok rá. Hát meg az olimpiai selejtezőn történtek, amire most ugye a legfrissebb élményünk azért, és az az út, ahogy ti eljutottatok Párizsig, és ott meg ki tudja, hogy mi fog történni. Jó sorsolás kérdése? Kell szerencse, nem? Tehát ez az olimpia, ez talán valahol volt legerősebb olimpia lesz kézilabda szempontjából, mert ugye egyrészt Franciaország rendezi, aki a világ egyik legjobb csapata, tehát ők ott lesznek. Londonban azért az angolok nem számítottak annak. Másrészt, ahogy mondtam, Egyiptom most jön Afrikából, aki egy nagyon erős afrikai csapat, és akkor igazából lesz még Argentína, meg Japán, akik nem azt mondom, hogy nem jók, de nem annyira jók, mint mondjuk a többi csapat, de azért őket se lehet lebecsülni, szerintem főleg Argentínát, szerintem azért tudnak meglepetést okozni. Nagyon, nagyon, nyilván az összes játékosok itt játszik Európában, a francia bajnokságban főleg, tehát hogy ugyanolyan jó bajnokságban edződnek, mint mindenki más. Lehet nagyon nehéz csoportot kapni, ahonnan azt gondolom a továbbjutás is nagyon nehéz lenne, de ha meg könnyűt kapsz, akkor meg esetleg továbbjutsz, de könnyűt nem is lehet nagyon kapni, inkább azt mondom, hogy egy kicsit könnyebbet, akkor meg a keresztágon jön olyan csapat, ami nagyon-nagyon nehéz lenne, úgyhogy én igazából nem nagyon foglalkozom a sorsolással.
egyelőre örülök annak, hogy ott vagyok, vagy ott vagyunk, és bízom benne, hogy ott lehetek majd Párizsban. Mit jelent neked, és mondtad, hogy nem bővelkedik a magyar kézilabda érmekben valóban, mit jelent neked a 2012 után most a 24-es olimpián is részt venni? Meg eleve az, hogy ott van egy ötkarikás negyedik hely a vitrínben? Hát nyilván, mint mondtam először, a keretbe be kell kerülni, mert a, na jó, ez olyan, mint a vízilabdában, ott is azt hiszem kevesebben szerepelhetnek, mint egy EB-n vagy egy VB-n az olimpián, de itt a kézilabdában is azt tudni kell, hogy egy normál világversenyen 16 játékos lehet nevezni, az olimpián csak 14-et. Tehát, hogy itt akkor az edzőnek azért elég még... Hát Fazekas Gergő, hogyha minden igaz, akkor ugye most irányítókat nézzük, akkor Fazekas Gergő... Hát nem csak irányító, hogy az egész komplex keretet, tehát hogy nagyon nehéz, hogy... De legalább kettő irányító kell, de inkább három. Kettő biztos. Nehéz. Tehát ugye 6-7 poszt van, tehát ha minden 7 posztra kettőt raksz, akkor vagy 14-en. De mondjuk azt nézed, hogy mondjuk a Sipos Adrián Rost, amiki Bánhidi Bence biztos ott lesz, akkor már van három beálló, akkor valahol csak egy ember lesz. Ha azt nézed, Balőbe ott lesz Ligetvári Patrik, Bodó Ricsi, Szita Zoltán, akkor ott is hárman vannak, akkor még valahonnan el kell venned egyet. Tehát, hogy ez nem egy... Gondolod, hogy Lékai Máté lehet az, akit elvesz? Nem tudom, ez majd nyilván a szövetségi kapitánynak a dolga, és arra ne beszéljünk, tehát le is kopogom, sérülés ne legyen. Tehát, hogy az is még benne van, hogy nagyon kemény és fárasztó ez a szezon, azért így a hosszú EB-vel, az EB után mindenki visszatért egyből, nem volt semmi pihenő, úgyhogy sérülés ne is legyen, azt arra nem is gondolok, de azért még nyilván sajnos az is benne van a kézilabdában, hogy bármiféle sérülésbe jön. Amikor te hazajöttél az Európa-bajnokságról, akkor még a reptéren gyorsan letámadott egy kollégina, és mondta, hogy hát ugye te, neked ez volt az utolsó Európa-bajnokságod. Nagyon kedvesen emlékeztetett az idő múlására. Tényleg ez volt? Tehát te már ezt így elhatároztad, vagy nyitva az ajtó? Hát azt azért még nem szeretném így pontot tenni ennek a végére, de azért nagy valószínűséggel lehet, hogy az volt az utolsó világ Európa-bajnokságom. Ugye azért a következő Európa-bajnokság az 2026-ban lesz, januárban. Az Action. Meglátjuk. Nincs két év. Hát persze. Igen. Nem valószínű, de azért még nem szeretném ezt egyértelműen kijelenteni. Azért kérdezem ezt, mert ugye nincs 10 perce, hogy azt mondtad, hogy téged már leírtak, de megmutattad azt, hogy nem, mert még mindig bírod, és a térded is bírja. Tehát, hogyha fizikailag alkalmas vagy rá, akkor maximum azt tudja ezt a döntést mondjuk így megsegíteni, hogy te abba akarod hagyni, vagy nem akarsz többet ilyen magas szinten kézilabdázni, hogy máshova kerül a fókusz az életben. Hát nyilván van egy családom is, nyilván válogatott az kézilabdában az én óriási megterelés, amikor a többieknek van egy kis pihenő is, mondjuk tudnak egy kicsit alapozni, vagy erőt gyűjteni mondjuk a tavaszi szezonra, akkor te is a válogatottnál vagy, folyamatosan a meccsek vannak, stb. Távol vagy a családodtól, és utána a pihenő nélkül ugrasz bele tulajdonképpen a tavaszi szezonba. Nyilván az olimpia az egy teljesen más tiszta, akkor még nyarat sincsen, és egyből kezdődik a következő szezon, de azt gondolom az olimpiáért bárki feláldozna bármit. Hát igen, nyilván ha fizikailag bírnám, és mondjuk a szövetségkapitány is azt mondja, hogy szeretném, hogy menjek, akkor lehet elgondolkoznék, de azért a családom is fontos, tehát hogy szeretnék. 5 éves Noé? 5 éves, így van, és azért szeretnék velük is időt tölteni, tehát azért amikor nekem szabadságom lenne, mert ugye szezon közben nagyon nincs szabadság, csak akkor, amikor válogatott van. És amikor válogatott van, akkor nincs szabadság, mert ugye akkor válogatottnál vagyok. Meg azért lehet, hogy ez egy szép kerek történet lenne, egy párizsi olimpiával lesz lezárni ezt a válogatottas karriert. Hogy nézett ki neked az apaság a Noé első tévében? Hát a születése is már meredek volt, hogy odaérjek, de odaértem szerencsére. Ugye január 20-án született, és a férfi kézilabdában minden világverseny januárban van. Tehát, hogy azt hiszem sajnos az egyetlen szüli napján, amin ott tudtam lenni valójában, tehát itt testileg, az a hazai rendezésű EB volt, mert ott akkor már kiestünk. Egyébként nem tudtam még ott lenni sajnos a szüli napján, ezt is jól lenne, mondjuk a 6-nál lehet megünnepelni először, de amúgy mindent jelentett. Ők a legfontosabbak az életemben, a feleségem és a gyerekem. Úgy is kérdezem ezt, hogy mennyire tudtál részt venni a mindennapok feladat elosztásában,
hogy te voltál-e az, aki mondjuk hajnalban keltél, vagy te voltál az, aki az este az ágyba tette, vagy egyikre sem volt lehetőség, mert egy élsportolónak nyilván vannak azok a bevett rutin, meg hát pihenni kell, edzésre kell menni. Én azt gondolom, hogy erről lehet, hogy a Ramonát kéne megkérdezni, de én azt gondolom, hogy maximálisan kivettem a részemet. Én is volt, hogy keltem, én is volt, hogy fektettem. Nyilván, hogyha mondjuk egy fontos meccs előtt volt, akkor nyilván aznap este nem én keltem hajnalba hozzá, de szerintem maximálisan kivettem a részemet mindenből, amit tudtam. Szerencsére viszonylag sokáig anyateljes volt a Noé, úgyhogy nyilván azzal nem volt probléma az etetéssel, de én mindenből próbáltam, és szerettem is volna kivenni a részemet, mert hát mindenem a kisfiam, hogy imádom. Jó, oké, megértem. Ramonát említetted. Én megmondom őszintén, hogy Pécsre jártam egyetemre még akkoriban, amikor a Barátok közt elkezdődött. Nagyon régen volt, és én néztem, mert egy cimborám, aki egyébként ott tanult angol szakon, és dobolt egy blues jazz zenekarban, és ő írta a forgatókönyvét, azért kezdtem nézni. De te nézted? Hát szerintem nincsen ember, aki nem nézte valamelyik periódusát a Barátok köztnek. Szerintem vannak generációknak, lehet, hogy mostanak már nem lesz, de vannak generációknak, magyar sor, régen volt a Szomszédok, aztán a Barátok közt. Tehát szerintem, aki... Na jó, akkor már 100 millió csatorna volt. Igen, de szerintem a Barátok közt is, amikor a nem is tudom hány évig ment, tényleg 20 évig, nem tudom hány évig ment az RTL-en, szerintem nincs olyan ember, aki ne nézett volna időszakában valamilyen részeket a Barátok közből. Te is ültél a tévé előtt, és azt mondtad, hogy ez a csaj nekem nagyon tetszik? De igen, mondjuk így, hogy ennyire leegyszerűsítve, hát nyilván nem gondoltam soha, hogy ő lesz a feleségem, de hát ezt nyilván megállapítottam, hogy nekem nagyon tetszik a Ramona. De nem gondoltam volna, hogy ebből bármi lesz. Hát egyébként ez nem esik egybe a kettő. Tehát amikor én a tévén néztem a Barátok köztöt, és amikor mi megismerkedtünk a között, sok éve eltelt. Tehát én amikor mi megismerkedtünk, akkor már nem néztem a Barátok köztöt. De szerintem, tehát szerintem nagyon gyönyörű a feleségem. Egyébként tök vicces, mert a Ferencvárosi klubnál összpontosul most két egykori női főszereplő. Ki a másik? Most nem akarom megnevezni, mert nem akarom az intim szférát megsérteni, de az egyik, a klub egyik sajtósának a felesége. Ah, ja, igen. Hát most akkor erről így anonimusban beszéljünk, de szerintem ki lehet mondani, nyári diáról van szó. Igen, ebből a szempontból igen. Jóban vagyok egyébként a Danival, ismerem őt is, úgyhogy jó a viszony köztünk egyébként. Jó, ugorjunk vissza a gyerekkorodra egy picikét. Te tudtad mindig, hogy kézilabdázni fogsz? Nem. Megmondom őszintén, én a Kerék utcai általános iskolába jártam a sportokozatos osztályban, aminek két része volt, vagy kosarazott valaki, vagy kézilabdázott, és akkor a testetanár küldte el az embereket, hogy te kosarazni menjél, te kézizni. És engem kézizni küldtek, úgyhogy ezért kezdtem el kézilabdázni, és én soha nem is óvíztem más sportot, pedig szerintem kiskorában azért a gyerekekkel kipróbáltatják, úszik, judozik, focizik, stb. Én csak kéziztem, és ott is ragadtam. Tehát, hogy én nem tudom, hogy miért, vagy mi okból, de én kézilabdára küldött a tesi tanár, és ott is ragadtam, úgyhogy én csak kézilabdáztam. És mindenféle sportot megnézel, vannak kedvenceid. Mi lennél, hogyha nem sportolnál? Mit csinálnál? Mit kezdenél az életedben? Ha nem sportolnék, vagy hogyha más sportolnék? Nem, ha nem sportolnál. Vegyük ki a sportot az életedből, mi marad? Hát tudom, viccesen a Péter Krauts mondta, hogy szűz lenne, hogyha mi lenne a nem focista. De mi lenne, hogyha nem sportolnék? Hát jó kérdés. Biztos, hogy nem tudom elvonatkoztatni magam most, tehát biztos valami sporttal kapcsolatos dolgot csinálnék, mert annyira nem szeretem. Nem tudjuk kivenni a sportot? Hát, de ki tudjuk, de most mit vár, asztalos lennék, vagy? Nem tudom, hogy mi az, ami érdekel a sportvilágán. Tehát én úgy veszem észre, hogy lefedi a 24 órádat a család és a sport. De egyébként hát nyilván a barátok, de meg utazás, meg kikapcsolódás, stb. Tehát még egyébként újságíró is szívesen, ilyen utazó újságíró, nagyon szívesen bejárnám a világot, és tudósítanék mindenfelől. El is szívesen lennék egyébként, vagy akár sportújságíró, világeseményekre kimenni, stb. Tehát ez is nagyon érdekelne, meg szívesen benne lennék, de hát most kézilabdázó lettem. Amikor utazol, akkor hova szeretsz elmenni, mit szeretsz megnézni? Hát nagyjából bárhova és bármit. Tehát van az az utazás, amikor a semmit csinálás, mint mondjuk, hogy elmegyünk hármasba, akkor elmegyünk a családdal, tengerpart, vagy bármi, és akkor csak... Jó, van a pihenés. Igen, meg vannak az aktív nyaralások is, akkor mikor akár város nézni, vagy akár elmenni, most mit tudom, Izlandra kirándulni, körbenézni, stb. Túrázni,
Én azokat is nagyon szeretem, sőt, inkább azokat preferálom egyébként, hogy ilyen túrászós, megnézős, élvezetős, stb. Dolgokat, mint hogy mondjuk egy hétig csak egy helyben egy nyugágyon, napágyon a medence mellett feküdjek. De tök jó, mert hogyha egy társaságban vagy, azt feltételezem, hogy te tudsz akár a társaság középpontja is lenni, de van egy olyan prekoncepció veled kapcsolatban, hogy nem szeretnél a társaság középpontja lenni. Hát ezt szeretnél? Szeretsz? Hát ez egy jó kérdés, nem tudom. Az biztos, hogy tudok szerintem, én igen. is így gondolom, de azt, hogy szeretek-e vagy nem, nem bánom, ha nem vagyok, azt se bánom, hogyha vagyok. Az biztos, hogy például az otthonommal eléggé antiszoc vagyok, nem szeretem, ha sokan vannak ott nálunk, azt szerintem a Mona tudja, hogy inkább mi megyünk vendégségbe, mint hozzánk jönnek. Te Budapesten születtél, és aztán jó a Playerben játszottál gyerekkorodban, aztán volt egy Szeged, egy Celje, egy Veszprém, és aztán most visszajöttél 30 pár évesen, bocs, Budapestre, és gyakorlatilag a pályafutásod nagy részét azt nem Budapesten, hanem vagy vidéken, vagy 2 évet Szlovéniában töltöttél. Ez valahogy szándékos, és te jobban érzed magad nem egy marha nagyvárosban? Nem, vagy csak azért nem, alakult szimplán, így, mert a két nagy csapat... Így van, ez szimplán emiatt van. Hozzáteszem, nagyon szerettem Szegeden is élni, de Veszprémben még inkább. Szlovéniában is nagyon szerettem amúgy, de ott nyilván azért itthon jobb élni. De Veszprémben nagyon szerettem. Nekem anyukám ajkai, nagymamám mai napig ott él, nagypapám szigligeti volt, úgyhogy én nagyon szerettem Veszprémben élni. Nyilván az egy nyugisabb élet volt, de én nagyon-nagyon szerettem Veszprémben, tényleg minden meg volt, minden adott volt, gyönyörű környék, közel a Balaton, közel Budapest, közel minden. Én nagyon szerettem Veszprémet, de egyébként nagyon szeretem Budapestet is. Itt vannak a barátaim, itt az én családom, úgyhogy én szeretem a nagyvárosokat és a nyüzsgést is. Mindenhol megtalálom, ami nekem fontos. Szigliget az gyöngyszem. Oda megvan még a családnak az a... Meg, az a Szigliget az örökre a szívembe zártam, és egyébként Ramona is, mint kiderült, mert ők is a keresztüleinek ott volt nyaralója kiskorában, de én Szigligetet azt örök, tehát az egy örök kedvenc, örök szerelem. Ott tanultam meg járni a strandon, ott nagyon sokat töltöttünk nagypapámnál, meg anyukámmal is, meg stb. Úgyhogy Szigliget az bízom benne, hogy a kisfiamnak is, meg sok generáción át mindenkinek a szíve csücske lesz a családomba. És hogy állsz a Balaton felvidéki borokkal? Megmondom őszintén, nem gyakran iszom alkoholt, de nyilván nyáron, amikor például tavaly körbe tekertük a Balatont a Ramival kettesbe, akkor ott Badacsony környékén megálltunk, Pincészetbe, Almádiban is megálltunk, úgyhogy nyilván megkóstoltunk, de nem vagyok egy nagy alkoholfogyasztó. Hány nap alatt mentetek körbe? Hát a sportértéke nem volt túl sok, tehát 4 nap, de inkább az élvezetekre. Ez nem arról szólt. Nem arról szólt, hogy most körbe tudjuk-e tekerni 1 nap alatt. Ráadásul elektromos bringám. De tehát ez nem a sportérték volt, okay. Ez inkább az, hogy élvezkedik. Milyen feeling? Nagyon jó. Tehát hogy mi azt beszéltük meg, hogy minden évben körbe megyünk. És június elején voltunk, amikor még jó időse volt, és nagyon kevesen voltak, viszont egy csomó minden már nyitva volt, úgyhogy így fantasztikus volt, hogy nyugiba volt, de már nyitva voltak a helyek, és nagyon-nagyon fantasztikus volt. Úgyhogy mi megbeszéltük, hogy minden évben elmegyünk, és idén is tervezzük. Ilyenkor a nagyszülők vigyáznak Noéra? Az első gondolat az volt, hogy csináltátok meg, hogy 4 napig... Igen, igen, így van, a nagyszülők. Azt gondolom kell azért egymásra is időt szánni kettesben is, ahhoz, hogy egy kapcsolat jól működjön. De egyébként a Noé meg imádja a nagyszüleit, a nagyszüleink a unokájukat, úgyhogy ez nem volt probléma, úgyhogy szerintem idén is beiktatjuk ezt. Visszatérve akkor arra, hogy az életed hol képzeled el, vagy hol szereted leginkább, akkor van egy ilyen balatoni vonal, ami meg is marad, mondjuk azt, hogy a nyaralások, eltöltötök egy kis időt, hogyha tudtok, de alapvetően meg Budapest? Hát, hogyha megtehetném, most azt mondanám, hogy minden optimális, akkor egy fél évet simán ellennénk Szigligeten, tehát mondjuk áprilistól szeptemberig, és akkor ha esetleg olyan munka van, hogy valami, akkor feljövünk Pestre, vagy feljön a Rami, vagy én, vagy stb. Nyilván gyerek, iskola, meg innen, tehát ez elvileg kivitelezhetetlen, de ha egy álomvilágban élnénk, akkor én nagyon jól ellennék Szigligeten is, de amúgy igen, valószínűleg most már a bázis az Budapesten lesz, az, hogy még Budapesten hol az, vagy agglomeráció, vagy ilyenek, azt meg nem tudjuk, de nyilván a Raminak a munkája is Pesthez köti,
Én is jól érzem magam itt a Budapesten, a Ferencvárosban, úgyhogy nem valószínű, hogy már Veszprémbe sem visszatérünk. Felvétel előtt kicsit beszélgettünk arról is, hogy milyen kár, hogy nem tanítják a gyerekeket általános iskolában arra, hogy például hogy gazdálkodjanak, hogy a pénzhez való hozzáállás, az milyen jó lenne, hogyha úgy nőnénk föl, vagy úgy nőnének föl a gyermekeink, hogy megtanulják ezeket az alapdolgokat. Te hogy állsz hozzá, és amikor véget ér majd a pályafutásod, akkor ki tudja, hogy mikor, 1-2-3-4 év múlva, akkor neked... 4 év múlva abba kell hagynom? Bocs, folytassuk tovább. Hogy van-e egy fix alap, amiben te bele tudsz ülni? Most nem azt akarom kérdezni, hogy hány forint van a pénztárcádban vagy a bankszámládon, de hogy te megtanultad azt, hogy egy ilyen nemzetközi sikeres pályafutás, az abból te tudsz hasznosítani még évtizedekig? Tudok, de azt gondolom, hogy későn, és autodidakta módon, tehát saját magamat fejlesztettem, nem azért, mert ezt megtanította valaki, de szerintem ezt a jóval hamarabb kellett volna, már jóval tudatosabban is lehetett volna csinálni. Nyilván nem a nulláról kell kezdenem, hogyha abba hagyom a kézilabdát, de az is biztos, hogy nem az lesz, hogy hátradőlhetek, és felteszem a két lábam, és akkor innentől fogva. Igen, és akkor megszeretem abban nagyon a borokat, és akkor az egész pincészetet végigkóstolom a északi oldalon. De szerintem ez egy fontos dolog, nem csak a sportolóknak, hanem minden embernek, szerintem a pénzügyi tudatosságot, hogy megtanítsák fiatalabb korban, mert igazából az egész életünket végigkíséri ez a dolog, hogy a pénz sajnos nem az a legfontosabb az életben, de sajnos a velejárója, hogy ha nincs pénz, az rossz dolog, ha van pénz, az egy jobb dolog, de még egyszer nem ez a legfontosabb, de az, hogy ezt megtanítsák az embereknek, azt gondolom, az egy fontos dolog, és nekem is jó lett volna, hogyha mondjuk ezt korábban és fiatalabban kezdem el tudatosan. Azt szerint van már valami üzleted, amit fogsz tudni vinni? Hát üzletem nincsen, meg ilyen vállalkozásom, de befektetéseim vannak. Aha. Egy kicsit Párizsra, pár mondat erejéig, mert hogy sajnos szalad az idő, de mondtad, hogy egyelőre annak szeretnél örülni, tehát annak örülsz, hogy kijutott a csapat, és arra vágysz, hogy kerülj be a keretbe, aztán pedig meglátjuk, mert mindenképpen brutál nehéz lesz. Vegyük úgy, hogy bent vagy ebben az utazó keretben, akkor 2012 és 20... Jó, oké, okay. Most rá kellett relaxolni, igen, gondolom egy picit. Elképzelted. Tehát a 12 és a 24, ez a 12 éves ciklus, ezt te hogy értékeled? Most Párizs eleje, tehát hogy addig. Hogy értékeled? Mi az, ami nem jött ki belőled a pályafutásodban? Ennyi. Semmi más. Azt gondolom, hogy az egyetlen dolog, ami hatszor voltam ugye Final Four-ban, abból háromszor voltam BL döntőben, abból az egyik az teljes mértékben jobb volt a Barcelona, kész pont, ennyi, ez lehet zárni, és a másik két meccs az, ami olyan meccs, ami azt gondolom, hogy meg lehetett volna a Kielce elleni, meg a Várdárszkopje elleni, ez az egy dolog. Kielce ellen volt a... Így van, akkor volt a plusz 9-ről. Ez a két dolog, vagy ez a két meccs, meg ez az egy dolog, ami azt gondolom, hogy a pályafutásomból hiányzik, de hozzáteszem, majd nyilván akkor fogok visszagondolni az egész pályafutásomra, hogyha abba hagytam, de én csak kívánom minden magyar játékosnak, hogy legalább ilyen pályafutása legyen, mint az enyém, mert azt gondolom azért így is nagyon büszke lehetek rá, amit elértem. Én is azt gondolom. És még azért van előtte. Tehát, hogy még bízom benne, hogy azért be tudok írni egy-két dolgot. Még ki tudja mennyi, de bízom benne, hogy azért még tudom. Én például most a januári Európa bajnokságon értem el a legjobb európai bajnoki helyezésemet, úgyhogy bízom benne, hogy még Párizsba is megugorjuk azt a negyedik helyet. Elképesztően sok mindent szerettem volna még tőled megkérdeni, na még egyet, mert elkezdtük most, pont az EB óta Imre Bence. Ugye minden nap megjelenik valami róla a sajtóban. Egyébként tényleg elképesztő ebben a családban élsportolónak lenni, és aztán így berobbanni 21 évesen. De nem csak ő van itt a fiatal magyar garnitúrában, tehát tényleg már Fazekast is említettük, van még egy-két a szélen is, még Bencén kívül is van egy-két nagy tehetség. Mire hivatott ez a magyar férfi kézilabda válogatott az elkövetkezendő évtizedben, akár már Lékai nélkül? Hát szerintem ezt nálam edző legendáktól kéne megkérdezni, edzőktől, de az biztos, hogy most volt egy jó generáció a junior válogatottban, onnan feljött 5 játékos is, Zoran Ilić, Krakowski, Geri, Imre Bence, Palasics, tehát 6,
Azt hiszem, ez egy nagyon jó generáció volt, általában nem szokott azért 6 játékos fejlő négy generáció volt, de ráadásul olyan posztokon voltak, ahol esetleg hiány is volt belőle azokból a játékosokból, és hát nyilván eszméletlenül tehetséges mindegyik. Bízom benne, hogy mindenkinek a fejlődése majd tovább fokozódik, és olyan csapatokba igazolnak, ahol tovább tudnak fejlődni. Imre Vence mondjuk Kielbe megy, Krakowski, Zsolt Veclárba, Balasics Spanyolországban van, Geri a Plokba van, tehát hogy mindenki jó csapatokban pallírozódik, nehéz ellenfelek ellen, aztán mire lesz elég... Utolérhetőek a skandinávok? Vagy akár a franciák, németek? Ugye itt jön be az, hogy mit az előbb is mondtam, hogy nagyon sok ország. Tehát hogy az a kérdés, hogy utoléred-e őket, de közben jönnek a csomóan, akik téged is utolérnek. Aha. Tehát nagyon-nagyon szűk. Van szerintem most egy olyan 3 csapat, 3-4, de inkább 3, a svéd, a norvég, vagy svéd, a dán meg a francia, ami kicsit kiemelkedik fölfele, és utána van egy 10-15 csapat, aki szerintem bármelyik nap bármelyikit meg tud verni egymást, és az a helyezés az teljesen, egyik Európa bajnokságon valaki lesz negyedik, aztán lehet, hogy utána 14. lesz a következő világbajnokságon, tehát egy nagyon szörös a mezőny, az biztos, hogy nem lesz egyszerű dolguk, tehát hogy nyilván lesz majd egy generációváltás a válogatottban, már most is elkezdődött, de nyilván az olimpia után valószínűleg előbb-utóbb azért kikopnak még játékosok, vagy szintén visszavonulnak, úgyhogy nehéz dolguk lesz, de én tényleg nagyon sok sikert kívánok nekik, hogy felülmúljanak mindenféle eredményt, amit eddig valaha elért a férfi válogatott, de az biztos, hogy nagyon nehéz dolguk lesz. Az, hogy a franciák, németeket, ugye itt a franciákkal, a németekkel az a probléma, hogy akkora merítési lehetőség van, annyira sok millió emberből beszélünk, ráadásul a franciáknak rengeteg ilyen gyarmati országból is honosítanak franciákat, tehát nagyon sok játékosuk van, de a skandinávoknál meg egyszerűen tényleg ott majdnem a focinál is népszerű, például Dániában kb. A focinál is népszerűbb a kézilabda, tehát hogy nagyon nehéz, de bízom benne, hogy sikerül nekik, és vagy már nekünk is esetleg Párizsba, de az biztos, hogy nehéz dolgok. Nagy űrszakállal majd Lékai Máté ott 32-ről bevágja. Finnországban megtaláltak. Köszönöm szépen a beszélgetést, Lékai Máté volt a vendégünk. Köszönöm szépen.